első súlycsoport nagy világcsúcsot hozott egy újonctól, aztán a második súlycsoport pedig egy hihetetlen izgalmas kiélezett harcot. És mi várható a harmadik súlycsoportban? Hát sokan eldönthetik, itt nagy harcra nincs kilátás, hiszen ha csak annyit mondok, Naim Süleymanoğlu indul a 60 kg-osok között, akkor ebből a súlyemelés szeretők tudják, hogy itt inkább csak a világrekordok lehetnek veszélyben. A 60 kg-ban két magyar versenyző is volt. Az imént látott világbajnoki újonc Lakatos István 112,5 kg-os szakító gyakorlatát látták. Volt egy másik magyar is, Lukács, aki a B csoportban versenyzett, és ő ugyancsak 112,5 szakított. De Lakatosnak ez még csak a bemelegítő fogása, ez az első, a beiratkozó gyakorlata. Végig feszes volt a háta, és ez hozta ezt a sikeres fogást. Jó tévnek, ugyanolyan hosszú, ugyanúgy közel, a feszesebb háta. Hanzlik Jánost, a szövetségi kapitányt hallották, az utolsó tanácsokkal küldi fel a dobogóra Lakatost 117,5 kg-on. Ez már a második fogása ezen a súlyon, az első túlhúzta. És ilyenkor az a veszély fenyeget az esetek döntő többségében, hogy a versenyző nem érzi azt a pontot, ahol kiakadhat a súly, nem érzi azt az optimális magasságot, és ilyenkor rendszerint elől szokott leesni az a fránya, vas tömeg. Hát vajon Lakatosnak sikerül-e beállítania a helyes magasságot? Most meg rövid a húzás, épp hogy csak centiméterekkel, de nincs meg a 117,5. Ezzel a szakításban az Európa-bajnoki sorrendben ő a hatodik, Lukács pedig a nyolcadik. A világbajnoki sorrendben 11. Lakatos, és Lukács a 13. helyet szerezte meg. Minden esetre a világbajnoki újonc Lakatostól szép a pontszerző hely az európai rangsorban. Most pedig a kínai Wangot látják majd a kedves nézők, aki valami olyasmit tud, amit a világon nem sokan. A 127,5 kiló. És a kínai Wang valami egészen furcsa mozdulattal hagyta, hogy a súly kipördüljön a kezéből. Hát egy súlyemelőtől igencsak ritkaság ez a laza fogás. A Süleymanoğlu mögötti csoport versenyét látjuk majd. A romániai Czanka Attila következik 137,5 kg-os szakítása. Fel szeretném hívni a figyelmüket Czanka behajlított karjára, amit a gyakorlatok előtt, a verseny előtt általában bemutat a zsűri elnöknek, a vezető pontozóbírónak, nem képes kinyújtani a karjait. És ez itt a szakításban igencsak meglátszik majd. Két jó fogás van már a háta mögött ekkor a romániai fiatalembernek. 130, 135, és most 137,5. A török Süleymanoğlu mögötti második helyért óriási harc kezdődik ebben a pillanatban, és három jó szakító gyakorlatának örülhet Czanka Attila, aki egy nagyon érdekes, színes egyénisége ennek a súlyemelő világnak. A rapszodikussága miatt lehet ezt rámondani. A nyár folyamán a junior világbajnokságot például Amerikában nagy fölénnyel megnyerte. Aztán Szarajevóban a junior EB-n egész egyszerűen a szakításban kipottyant a versenyből. Igaz, hogy hüvelykújjának megrepedése is szerepet játszott ebben. Itt Athénban már teljesen rendben van. Legalábbis a 137,5 nagyszerűen sikerült. A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság versenyzője Lee. Az elmúlt évben az olimpián nem láthattuk a KNDK súlyemelőit, de az eddig Athénban dobogóra lépett versenyzőik egytől egyig jó felkészültek. Érem közeli helyen vannak,
És ez mondjuk nem is meglepetés, hiszen az alsó súlycsoportokban általában az ázsiaiak, de kiválta a KNDK versenyzői, igen erősek. 137,5 kg, és milyen mélyre zuhant a testsúlya, pontosabban a súlypontja Lee-nek. És onnan képes a súllyal még korrigálni és visszajönni. Nagyon nagy erőben van. Igaz, a lökésre ebből az erőből már nem sok maradt. 137,5 neki is sikerült, de Czanka Attila testsúlya könnyebb. Lee-nek sincs már fogása, és egy újabb újonccal ismerkedhetnek meg a kedves nézők, a bolgár Peshalovval. Az olimpián még Topurovot készítette föl Abadzsijev Szulejmanoglu ellen, de Topurovnak sem sikerült a lehetetlen, még csak megközelíteni sem tudta Naim Süleymanoglut. Topurov most háttérbe szorult, maradt Terzsinszki és az ifjú Peshalov, és Abadzsijev itt is az újoncra szavazott. Akár csak az 52 kg-ban tegnap, itt is egy új versenyzővel vágott neki. 137,5 kg a súly ezúttal is, és a bolgár ezzel befejezi a szakítást. Javít a 137,5-en. Miként tette az előbb a koreai versenyző is. Nagyon erős, fantasztikusan erős és tiszta technikájú Peshalov. Komoly javuláson esett át, a Druzsba kupát is megnyerte még az év elején, aztán egy 15 kg-os javulással a Várnai nagy nemzetközi versenyt néhány héttel később, és itt a világbajnokságon pedig nagyon erős. Ezzel most már mindenki befejezte a szakítást, egyetlen egy versenyző még be sem iratkozott. Ő. Az olimpiai világ és Európa bajnok, napjaink legnagyobb súlyemelő sztárja. És azt hiszem, hogy Süleymanoglu már nem csak a súlyemelés csillaga, hanem általában a nemzetközi sportélet nagy klasszisa. Az elmúlt esztendőben a szőuli olimpia után a világon mindenütt elkészültek a világ 10-es legjobb ranglistái, a top 10 ranglisták, alig akadt olyan, amelyiken ő ne szerepelt volna. Törökországban természetesen az év sportolója volt, hiszen 20 év szünet után nyert a törököknek újra olimpiai aranyérmet. Itt 140 kg-on mutatkozik be. Ez őhozzá képest egy kissé alacsony fogás. De hát a súly ennek ellenére nem lehet gond. Görögországban nem nagy divat törököket megtapsolni, de Naim Süleymanoğlu valahogy ez alól is kivételnek számít. Nem véletlenül látszott a boldogság dr. Aján Tamás, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség főtitkárának arcán, hiszen ez a sportember, úgy érzem, igazi reklámja a sportágnak, és azt hiszem a sportnak is. 145 kg-os második fogás. Ezekből a súlyokból talán arra lehetett következtetni, hogy Süleymanoğlu nincs igazán csúcsformában. Olyan hírek is elterjedtek róla az elmúlt hetekben, talán még azt is mondhatom hónapokban, szóval a nyár folyamán, hogy esetleg abba hagyja a versenyzést, nem is indul a világbajnokságon. De hát a törököknek nagyon sokba került ez a versenyző, úgyhogy mese nem volt, folytatnia kellett az olimpia után, még csak meg sem pihenhetett. Nem olyan rendezett a mozgása, nincs annyira együtt Süleymanoğlu, mint ahogy ezt megszoktuk, de hát a hatalmas rutinja és azért a felkészültsége biztosította, 145-tel vezette a sort, aztán 153 kg-ot kért, és itt mutatják, hogy Süleymanoğlu már nem jön ki. 153-ra már nem is jöhetett, hiszen az új szabályok szerint töredéksúllyal már nem lehet emeltetni világcsúcskísérlet esetén, már pedig ez lett volna, hiszen 152,5-lel tartotta a rekordot. Meg is rohamozták ott az újságírók, a török vezetőket, hamar tisztázódott minden, és így a harmadik fogás elmaradt. Megint Hanslikot és megint Lakatost látják, azaz a lökés elején vagyunk, 140 kg. Másodszor próbálkozik ezzel a súllyal Lakatos István. Ugyanilyen eredményt ért el
Lukács is a B csoportban, a lökésben. Így 252,5 kg-mal fejezte be szereplését. No, a 140 megvolt, őnek is megvan a 252,5, ezután már tovább nem tudott javítani. Ezzel a lökésben Európa-bajnoki sorrendben 6. Lakatos, a nehezebb testsúlyú Lukács a 7., a világbajnoki sorrendben 12. Lakatos, 14. Lukács, az összetettben Európa-bajnoki pontot szerzett Lakatos, 6., 7. mögötte Lukács, az összetett verseny világbajnoki értékelésében pedig 11. Lakatos és 12. Lukács. Na nézzük akkor újra csak a Süleymanoğlu mögötti üldözőcsapatot, Czanka Attila második gyakorlata 167,5 kg-on. Nem volt egy kifejezetten könnyű felvétel, de annál gyorsabb mozdulattal tudta a feje fölé lökni a súlyt, úgyhogy a kilökéssel 305 kiló biztos. Második fogás az ifjú bolgárnak, Peshalovnak is. De 2,5 kg-mal magasabb most már a súly, tehát 170 kg. Mivel ő a nehezebb, ezért neki emeltetnie kellett ennyit, ahhoz, hogy Czanka Attila elé kerülhessen. Az azonos súly kevés lett volna. Peshalov, aki Terzsinszkit is kiütötte a csapatba kerülés során, nagy tehetség lehet, ha Abadzsijev rászavazott. Abadzsijev, akivel egyébként a holnapi Telesportban egy hosszabb interjút láthatnak majd. És a kilökés már meg is szédítette Peshalovot. Egy rossz ütemben megindított gyakorlat, egy kis kontra, és ez elég is ahhoz, hogy a tapasztalatlan bolgár 3 piros lámpát kapjon. Czanka Attila következik 170 kg-on. Miután bolgár vetélytársa rontott, ha neki sikerülne a 170, majdhogy nem már be is biztosítaná a világbajnoki ezüstérmet. Eddig 5 jó fogás van Czanka Attila háta mögött, és ebben az adásban láttunk már néhány furcsaságot. Lesz is még. És amit most látnak, az is egy ritkaság. Ugyanis Czanka az összpontosítás során valamit kifelejt a számításból. Ezt a dudaszót világbajnokságon a lehető legritkább. Hát az edzők miért nem tudják figyelmeztetni a versenyzőt? Lejárt az ideje. Czanka így 5 jó gyakorlattal a 6. meg se próbálhatta, de szinte átadta a lehetőséget Peshalovnak arra, hogy leszorítsa őt a dobogó 2. fokáról. Hiszen ki gondolná, hogy Süleymanoğlu-val valami nem várt, soha nem látott történik. Értem alatta, hogy netalántán nem iratkozik be, hiszen erre még eddig nem volt példa. Mindenesetre a bolgárnak a 170-et meg kell ahhoz csinálnia, hogy leszorítsa a 2. helyről Czankát. Egy rontott 170 van már mögötte, de pontosabban benne az izmaiban, az idegeiben, összpontosít és megcsinálja a 170-et. Ebben a kritikus pillanatban, ahol azért számára nem lényegtelen kérdésről van szó, újoncként ezüst vagy bronzérmes, megvan az ezüstje 307,5 kg-mal.
Ibarra e Catone Vromida Diomisi Gilan. Igaz, ebben a pillanatban még az első helyen áll, hiszen Naim Süleymanoğlu még be sem iratkozott. Ο Βούλγαρος ο Πέσαλοφ με την προσπάθειά του αυτή και εφόσον ο Σουλεϊμάνοβλου κάνει μία έγκυρη προσπάθεια παίρνει το ασημένιο μετάλλιο. Hát lehet, hogy ő lesz majd az az ember, aki egyszer Süleymanoğlu-t leszorítja a trónról. A korkülönbség minden esetre most már megvan ahhoz köztük, hogy egyszer majd, amikor Süleymanoğlu pályafutása vége felé jár majd, akkor Peshalov eléri a legszebb súlyemelőkort. Na de hát ez csak aféle filozófálgatás, hiszen ki tudja, ez a csoda ember, ez a mini Herkules, ez a mini Daru, és mi mindent mondtak még rá, mire lesz képes még évek múlva. Eddig, amihez hozzányúlt, abból mindenből aranyat csinált. 172,5 kg, első fogás, Naim Süleymanoğlu, az olimpiai bajnok. Nem dolgoztatta meg a felvétel, és láttak-e ilyet, emlékeznek-e ilyenre? Hát nem mintha örülnie kellene a riporternek, ha egy rossz gyakorlatot lát, de azért ez mégiscsak szenzáció. 172,5-lel nem boldogult, javítania kell Süleymanoğlu-nak, és ez egy olyan pillanat, amit érdemes megnézni a lassításban is. Nagyon gyorsan áll föl vele. A gyakorlat idáig új, olyan, mint a többi, mintha csak le lenne kopírozva. A felállás nem jelentett semmit, aztán egyszer csak, mintha az ollója rövid lenne, nem tudja megtartani ezt a súlyt, pedig 190 a világcsúcsa Szőul óta. No most összpontosít, 172,5-en újra. Ha megcsinálja, abban a pillanatban már is megvan az új világ és Európa bajnok. És meg is van. Nagyobb az olló, biztosabb az alátámasztás. Török színekben volt már Európa bajnok és olimpiai bajnok, most először világbajnok is Naim Süleymanoğlu. Harmadszor világbajnok és ötödször Európa bajnok. Nem is tudom, hogy mit mondjak róla, hiszen majd a jövő hétfőn sorra kerülő telesportban egy a lakásában vele készített interjút láthatnak a kedves nézők, és hát egy poént sem szeretnék lelőni. Minden esetre az biztos, hogy most Törökországban valószínűleg népünnepé lehet, az utcák kihaltak, ilyenkor mindenki a tévé előtt ül, és nézi, hogy születik meg egy újabb török aranyérem. Nem olyan gyakori ez a török sportban. És már, mint annyiszor, most is megpróbálkozik saját testsúlyának több mint a háromszorosát a feje fölé emelni. Egészen hihetetlen, fantasztikus. Ilyenhez még a 100 kg-osok, a 110 és a nehéz súlyak, ólomsúlyak között sem szoktunk hozzá, 20 kg-os ugrást kérjen valaki. Hát erre most Süleymanoğlu vállalkozik, mindenfajta kockázat nélkül már mindent megnyert. Tulajdonképpen csak az a kis szépséghibája van a dolognak, hogy világcsúcsot ezúttal eddig még nem jegyezhetett ezen a versenyen. Tehát 192,5-re megy, 20 kg-os ugrás után 2,5 kg-mal javítaná meg a szőuli rekordját. Ő már a visszavonulás gondolatával foglalkozott, de hát lehet, hogy csak ez egy múló pillanat volt. Amikor erre gondolt, neki itt a helye, a dobogón. 192,5. A vállalkozás önmagában óriási. Rettentő nehéz a felvétel, és ezzel a súllyal, ebben a formájában, mert azért ez tény és való, el kell ismerni, hogy nem csúcsformában van itt Naim Süleymanoğlu. Most világcsúcs nélkül kénytelen majd a dobogóra állni, és átvenni az aranyérmet.